Nagyon-nagyon jó barátnőm, aki pszichológus is mondta, hogy ne úgy gondolják magamra, hogy pánikbetege vagyok, hogy ne tegyek egyenlőséggel, hanem hogy pánikbetegséggel élek együtt. És hogy ez nem én vagyok, hanem egy részem, amitől ugyanúgy, ahogy elvesz tőlem, kapok is. Nem gondolom azt, hogy a mai fiataloknak sokkal több szorongásuk van, mint annó. Szerintem csak arról van szó, hogy annó ezzel kevésbé foglalkoztak. Az alkotásnak van egy ilyen nagyon meditatív, lecsillapító hatása. Nekem az, hogy egy ilyen meditatív cselekvést végzek, mint mondjuk, hogy festek, kollázsolok, az borzasztóan sokat segít azon, hogy amúgy 0-24 így kattog az agyam, viszont amikor leülök és ezt csinálom, akkor megszűnik minden egyéb létezni.